keleti pályaudvarról mintegy fél óra alatt érhetjük el Gödöllőt. A modern állomás épület mellett már messziről ránk köszönt az egykori királyi váró impozáns épülete. A kiegyezés után a királyi pár Ferenc József és Erzsébet királyné a Gödöllői kastélyt és uradalmát koronázási ajándékul kapta. Ekkor indult meg itt a vasúti közlekedés. A királyi pár rendszeresen utazott ki vonattal Gödöllőre. Gondot okozott a fenségek várakozása a köznépet szolgáló vasútállomáson, ezért először egy fából készült kisebb pavilont építettek számukra, majd pedig 1882-ben megépült az új, neoreneszáns stílusú királyi váró. Budapesten a keleti és a nyugati pályaudvarokon is van királyi váró az épületekben. Gödöllőn viszont különálló épületet emeltek erre a célra. A vasút és a város felé nyíló bejárók adják az épület tengelyét. A város felőli oldalon portikus található, négy jón oszlopon nyugvó előtető, ahol az udvari kocsi várta a vonattal érkező királyi családot és kíséretét. A padlószint azonos a peron szintjével, hogy csak a vonatba felszállásnál kelljen lépcsőt használni. Öntött vas pillérekben nyugvó perontető fut körbe a sinek felőli oldalon és a két oldal homlokzaton. A királyi pár érkezésekor vörös szőnyeget fektettek az épület bejárata és a vasúti szerelvény közé. A vonatról a középső helyiségbe, a hercegi váróba érkezünk. Berendezését bordó kárpító selyemzsőjék és pamlagok adták. Jobbra Erzsébet királyné, balra Ferenc József várószobája. A király szobájában egy íróasztalt, velencei tükröt, olívazöld kárpító ülőgarnitúrát helyeztek el, és ugyanilyen színű selyem tapéta fette a falat. Ugyanez volt a királyné várószobájának a berendezése is, csak halvány sárga színben. A két világháború között Horthy Miklós kormányzó használta az épületet. A második világháború végén a kivonuló német csapatok felrobbantották a vasútállomást, ami teljesen elpusztult. A királyi váró pincéjében felgyújtották a szenet, így leégett az épület teteje is, csak a falak maradtak meg. A háború után lapos tetőt építettek rá, és ez lett a vasútállomás épület. 2011-ben a norvég alap támogatásával önkormányzatunk felújította az épületet, múzeumi kiállítóhelyet és turisztikai centrumot alakított ki benne. A királyi váró ma már múzeumi látogatóhely, amely helyt ad kisebb zenei, irodalmi jellegű rendezvényeknek is. Alkalmanként ide érkeznek a Budapestről induló, a királyi időket idéző, füttyögő, pöfögő nosztalgia vonatok is. A múzeum kiállításaira, rendezvényeire várja kedves vendégeit. Köszönjük érdeklődését, keresse a következő részeket is!